végzel a derbi után. Nem tudom, mennyire tetszett a mérkőzés, és mit szólsz a hangulathoz például? Inkább a hangulat. A hangulat talán egy fokkal jobb volt, sőt, több fokkal jobb volt, mint maga a mérkőzés. Talán a meleg is, ami egy kicsit így, hogy ez a kellemetlen időjárás, ami rájött a végén, de itt az egy pont, amit mindenki csapat elégedett. Talán senki se érhet valami többet. Az viszonylag egyértelmű, hogy kinek szurkolhattál a meccsen. Hogy érzed, mennyire megérdemelt az egy-egy, vagy esetleg több volt-e az újpestiekben? Mégis talán semmiből kapta volt az Újpest, de rögtön utána megduplázhatta volna az előnyét a Ferencváros, ez nem történt meg. És az Újpestnek viszont egy-egy után volt egy nagy helyzet, talán pont az Amónak, hogyha azt ő berúgja, akkor többet is kapott volna az Újpest, mint amennyit igazán érdemelt a mérkőzés alapján. Ezzel az egy-egyel szerintem mindenki elégedett, mert talán igazságosnak is nem szerint. Saját emlékeid milyenek a derbikről? Jó, érdekes volt, mert hát azért Újpest Fadi régen játszottam, azért az nem tegnap volt, de hogy így mérkőzésett, hogy érkeztünk arra a szurkolókkal, hogy az ebben egyre közelebb ér a stadion, és egyre inkább érzi ezt a hangulatot, így azért kellemes emlékek letöttek fel benne. Veled kapcsolatban még mindig kérdés valahol, hogy látunk-e még a pályán. Hogy látod szerintem, most? Szerintem, hát most egyelőre igen, látni lehet Újpest öregfiúkba. Komolyabb szinten most úgy gondolom, hogy nem fogok már én játszani. Az edzői tanfolyamot kezdem el augusztusba, pályaszérén esetleg majd valamikor. Esetleg majd Újpesten? Sok-sok év múlva akár, igen.